egyszerű töltött tojást fogunk készíteni. Húsvétre nagyon jó, mert ugye tudjuk, hogy húsvétkor a tojás, meg a zöldség, de már nagyon vágyik az ember, úgyhogy ez egy borzasztó egyszerű elkészíteni. Én 2 darab fő tojást csinálok, és azután az adagokat annak megfelelően lehet emelni, ha többet akarunk csinálni. Egy tányérra raktunk ilyen gyönyörű színes, különböző salátát, de ez bármilyen saláta lehet, kinek milyen kedve van hozzá. Ezen fogjuk majd tálalni a tojásokat. Kell hozzá egy kis tejföl, kicsi vaj, bors, só, és ezt is majd szintén dekorációnak a tojások tetejére a paradicsom. 2 tojást megfőztem korábban, na most csak ismétlésképpen ugye elmondom, hogy forrásban lévő vízbe letesszük a tojást, akkor 10 percig főzzük, utána pedig hideg vízbe lehűtjük. Most amikor hűtjük hideg vízbe, és oda kopogtatjuk a tojásnak a héját, és megrebedeztetjük, alá megy a hideg víz, akkor sokkal könnyebben és ilyen szép simán le lehet hámozni. Hogy akkor ezt a főtt tojást így ketté vágom. Gyönyörű szépen megfőtt. És azért 10 percnél tovább ne főzzük, mert akkor ilyen zöld megzöldül a sárgája, de ez gyönyörű szép maradt. Óvatosan kiszedem a sárgákat. Nem egy bonyolult művelet. Csak azért vigyázzunk rá, hogy épségben maradjon a fehérje, mert ugye ebbe fogjuk visszatölteni. Jó, ebben még maradt egy picike ezt. Jó. Akkor teszek bele egy kicsi tejfölt, ez egy ilyen kis kanál tejföl. Ezt az igazság, hogy a pontos mennyiségét azért nem tudom, mert ugye a tojás sárgájától is függ, hogy mekkorák. De egy ilyen kis kanál tejfölt beleteszek. És egy kicsi vajat is. De ezt mondjuk úgy is látjuk, tehát az a lényeg, hogy ne folyjon ki belőle, majd ha töltjük, de tényleg csak egy egész kicsit kell beletenni. Pici borsót. Frissen őrölt bors a legjobb, és hát egy picit megsózzuk, ez is ízlés szerint. És akkor ezzel, ha megvagyunk, akkor kikeverjük. És nagyon gyorsan megvan. És hát azért mondom, hogyha nyilván többet csinálunk, ha nagyobb vendégség van, vagy akár magunknak is, akkor emelni kell hozzá ízesítő anyagokat. Annyi az egész, még a vaj tulajdonképpen elkeveredik. Lesz egy ilyen nagyon szép világossága habos massza. Ennyi az egész. És akkor utána visszatöltjük szépen elosztva a tojásoknak a belsejébe. Így ízlés szerint rá helyezem szépen szép formákba a tányérra. Mert ezen mondom, hogy mindenki kiki ötlete és ízlése szerint. Mutasson, és elvágom a paradicsomokat, ezt is lehet. Úgy, ahogy tetszik. És akkor már is fogyasztatom.